Sziasztok, Zsuzsi vagyok. Ebben a mai videóban, ahogy láthattátok a videó címéből is, ahogy láthattátok az indexképből is, nem más palettával fogunk ma foglalkozni, mint az Urban Decay-nek ezzel az új Naked palettájával. Ez egy limitált kiadású Naked paletta egyébként, amit Robin Eisenberg művésszel alkottak közösen. Aki egy picit már így belemerült a sminkelés világába, egészen biztos vagyok benne, hogy hallott már az Urban Decay-nek ezekről a Naked palettáiról. Ez nem is tudom, hogy most már hányadik Naked paletta lesz ebben a sorozatban, ugyanis kezdték a Naked 1-jel, kifejezetten természetes sminkeket lehetett vele készíteni, és ez egyébként a Naked sorozatnak az egyik ilyen összefogó ereje, hogy mindig van benne valami neutrális, naturális árnyalat, valami olyan összefogó erő, ami miatt mondhatjuk azt, hogy ilyen Naked palettákról van szó. Mindegyik paletta, ki is bontom, ki is nyitom nektek, hogy lássátok, hogy miről is beszélek. Kiveszem ezt az ecsetet benne, ugye jár hozzá egy ilyen kétfejű Urban Decay ecset. Szóval mindegyik palettának az elrendezése így néz ki, 12 szemfestéket tartalmaz, és ahogy látjátok, itt ezek az ilyen nódosabb árnyalatok ezen a részen helyezkednek el, és azért itt ezen a részen pedig már jócskán bevadulunk, azért itt a glitteresebb, fényesebb árnyalatokkal. Azt kell, hogy mondjam, hogy ezt a hagyományt egyébként ez a paletta se töri meg, de azért itt már jócskán elrugaszkodunk a nód hétköznapi sminkektől. Ezt tetszett meg nekem nagyon ebben a palettában, úgyhogy ezért gondoltam, hogy beszerzem ezt a palettát. Egyébként az Urban Decay termékeit lehet már Magyarországon több webshopban is kapni, viszont ezt a palettát én bevallom, még nem láttam, én a Cult Beauty-ról rendeltem. Egy másik különlegessége még ennek a palettának, hogy azt mondják rá, hogy ez egy limitált kiadás. Az összes többi palettája az úgymond így az általános szortimentjükben benne van, úgyhogy folyamatosan bármikor elérhetőek. Ez viszont erre azt mondják, hogy ez egy limitált kiadás, úgyhogy ez is egy különlegessége ennek a palettának, persze nem tudjuk, hogy mennyi ideig lesz még elérhető. Én azt mondom, hogy nézzük is meg egy picit közelebbről ezt a palettát. Kezdjük a csomagolásával. Szerintem nagyon jól tükrözi azt, ami kívül van, az, ami bent van. Ugyanis tényleg egy ilyen glitteres, kicsit ilyen diszkókorszakot, ilyen űrvilágot, űrkorszakot idéző palettáról van szó. Nagyon-nagyon egyedi szerintem már a csomagolása is, és az is, amit tartalmaz a paletta. Ugye van benne egy nagyobb tükör, az ecsetet már mutattam, és a 12 szemfesték, ami, ahol nagyon szépen visszaköszönnek, ugye itt a csomagoláson láttuk ezeket a glittereket, és hát igen, ezek a színek, ezek itt mind ilyen glitteres árnyalatok. Van benne egyébként 5 matt árnyalat, ez a lilás árnyalat, ilyen barnás, melegbarnás árnyalat, egy ilyen mangó árnyalat, 2 ilyen nódosabb árnyalat, ami szerintem bármelyik sminket nagyon szépen kiegészíti. A fényes árnyalatok pedig az aranytól kezdve ugye ilyen bordósabb árnyalatokon át egészen a kékes lilás árnyalatokig, zöldes árnyalatokig terjednek, úgyhogy tényleg ez azért szerintem egy elég vagány színkombináció. Ezerféle ötlet már van a fejemben egyébként, hogy mit is lehetne vele kezdeni. A palettáról a swatchokat, azokat be fogom nektek ide rakni. Ugye úgy szoktam készíteni a swatchokat, hogy csinálok egy külön ilyen kis rövid videót, ott meg tudjátok nézni, hogyha valakit csak a swatchok érdekelnek, de természetesen ide most egy fotóban beraktam nektek azért. Egy dolgot garantálhatok nektek ezzel a mai sminkkel kapcsolatban, hogy ez nem lesz egy hétköznapi smink. Mert arra gondoltam, hogy most ne azt csináljuk, hogy így ezeket a nódosabb árnyalatokat használjuk, bár egyébként gyönyörűek, tehát hogy ezek az árnyalatok is gyönyörűek, és szerintem ezek még abszolút használhatóak, akár így a hétköznapokban is, ugye attól függ, hogy mivel kombinálja az ember őket. Szóval nem egy hétköznapi sminket fogok most készíteni vele, hiszen szeretném kipróbálni mindenképp ezt a levendulás árnyalatot, ezt az arany árnyalatot, ami... Mutatom, milyen jó, így külön most azért erről csináljunk egy swatchot, mert oké, hogy arany, de ez egy ilyen nagyon-nagyon szép ilyen sárga arany árnyalat, és hát mindenképp ezekbe a csillámos árnyalatokba is szeretnék egy kicsit így belenyúlni. Ettől függetlenül első lépésnek ezt a Mango Sun árnyalatot fogom felvinni a mélyítővonalam fölé, és itt egy kicsit már így ki is rajzolom a formáját majd a leendő szemfestésnek, és ehhez pedig ezt az árnyalatot fogom felvinni, ugye ez nem lesz annyira erős, ez csupán arra jó, hogy majd ebbe tudjuk szépen eldolgozni a sötétebb árnyalatokat. De nagyon szépen pigmentált árnyalat. Egyébként azt még el kell mondanom, hogy nekem az Urban Decay, mint olyan, nem az abszolút kedvenc formulám, de nagyon szeretek vele dolgozni. Nekem ugye még egy másik palettám van tőlük, és arról nem is régen csináltam egy ilyen collab videót Regivel, úgyhogy be is fogom nektek linkelni. Tehát a másik Urban Decay paletta, ami nekem megvan, az a Wild West paletta.
úgyhogy nekem egyelőre ennyi tapasztalatom van az Urban Decay szemfestékeiről. És ez pedig nem más ez a tapasztalat, mint hogy szépen eldolgozhatóak, jól satírozható, nem potyogó szemfestékek, bár általában a palettában én azt tapasztaltam, hogy porolnak. Nem tudom, hogy ennél a palettánál is így lesz-e. Egyelőre ez a mangó árnyalat nekem nem olyan porolós. Következő lépésnek a belső szemzugba ezt a lilás-kékes árnyalatot, ilyen levendula árnyalatot fogom felvinni, ez a Home Planet nevet viseli. Egyébként az elnevezések nagyon jók. Mangószán, ugye ez valamilyen mangónap, pulzár, ion, solar storm, holidays, alien babe, space pod, úgyhogy mindenféle ilyen űrrel, skifivel, űrkutatással kapcsolatos elnevezést találhatunk ebben a palettában. Én nagyon szeretem, amikor így összeáll egy palettának így a tematikája. Oké, ez nagyon szépen pigmentált, pedig nem egy könnyű szín, mert ugye egy kicsit ilyen paszteles árnyalat, és mégis ilyen nagyon intenzív, de én ettől ezt vártam, és nagyon örülök, hogy hozza ezt. Hozza ezt, mert így nem egy ilyen unalmas kis lilácska elvesző szín lesz, hanem tényleg azért ez úgy ott van. Következő lépésnek egy kicsit össze-vissza haladunk ezzel a sminkkel, mert bevallom, hogy a fejemben van valami, nem biztos, hogy ez a leglogikusabb irány, ahogy így meg kell ezt közelíteni, hogy mennyire jönnek a sötétek, világosok egymás után, de most nem is ez számít, most tényleg így inkább csak szeretném kipróbálni ezeket az árnyalatokat. Ezt az Alien Babe árnyalatot fogom felvinni ide a külső részére, a szemhéjamnak, a külső szemzugba, és ugye ezt megpróbálom majd itt szépen egy kicsit ki is satírozni ebbe a V alakba, amit ugye már előre, hát így kijelöltem, ugye ezzel a mangó árnyalattal. Na és itt nagyon kíváncsi leszek, mert ugye ez egy csillámos szín. Látjátok? Hú, nagyon jó. Szóval nagyon kíváncsi leszek, hogy mennyire potyog. Azért egy pici kipotyogás van, de nem vészes, azért ez lehetne bőven rosszabb is. Iszonyatosan szép fénye van. Szóval mindjárt megnézem, hogy kamerán mennyire jön át, de így itt a való életben nagyon-nagyon szép fénye van. És komolyan mondom, ahhoz képest, hogy ez egy ilyen fényes, színes árnyalat, ahhoz képest gyönyörűen lehet vele így dolgozni, satírozni. Mert hogy ezt azért mondom, hogy ahhoz képest, mert szerintem azért ezek nem feltétlenül ugye erre vannak ezek a fényes árnyalatok, hogy így elsatírozzuk itt a külső V-ben, de én most ezt szerettem volna, és szerintem ez is működik vele. Azért mondom, mert ugye általában azért a fényes árnyalatok inkább csak a mozgó szemhéjre szoktak jönni, de mondom, nekem most ez a paletta, ez pont inkább egy picit arról szól, hogy hagyjuk a szabályokat, engedjünk a kreatív ötleteknek. És különben is egy első benyomásnál azért meg lehet dolgozni egy picit a palettákat, mert az a lényeg, hogy lássuk, hogy mit tudnak teljesíteni. Én egyelőre le vagyok nyűgözve egyébként, különösen ettől az árnyalattól. Illetve hát ettől a levendula árnyalattól ott a belső szemzugban nekem nagyon-nagyon tetszik. Oké, igen, tehát itt azért egy pici kipotyogás van, de egyáltalán nem olyan vészes, és bevallom, hogy én elkövetem néha azt a hibát, hogy nem porolom le rendesen az ecsetet, mielőtt felviszem a pigmentet. Erre mindig figyelmeztetni kell magam, hogy poroljam le, és azért most is néhányszor megtörtént, úgyhogy szerintem, hogyha valaki ezt nálam sokkal rendesebben végigviszi ezt a mozdulatsort, mielőtt feltenni a szemfestéket, akkor azért sokkal kevesebb lesz a kihullás. Következő árnyalat, jöjjön ez az ion árnyalat, vagy ion árnyalat, ez itt a belső részére a mozgó szemhéjamnak, úgyhogy ez fog találkozni ezzel a lilás árnyalattal, vagy nem is tudom, lilásnak minek mondjuk ezt, levendula árnyalattal. Ja, igen, és azt ne felejtsük el, hogy ezek a szemfestékek abszolút használhatóak ecsettel is. De azért ezt mondjuk így illik is egy Urban Decay-nek.
Ez annyira jó szerintem, ahogy ez a lilás-kékes dolog találkozik ezzel az arannyal. És egyelőre azt kell, hogy mondjam, hogy azok a színek, amiket eddig próbáltam, egyáltalán nem olyan potyogósak, mint a többi Urban Decay szemfestékem. Ezt szeretném felvinni ide is, lentre is. Következő árnyalat, amit felteszek, az ez a Holidays árnyalat. Ez nekem már swatchban is ilyen hatalmas kedvencem lett, mert hihetetlenül krémes. Tehát ez egy kifejezetten krémes árnyalat, és gyönyörű. És gyönyörű. Ugye meglátjuk, hogy kell majd még valami erre a sminkre. Ezt ugye ide szeretném az arany, és e közé az Alien Babe árnyalat közébe rakni. Azért elég izgi. Na és jöhet ide az alsó szemhéjra is, ugyanúgy az arany és az Alien Babe közé. Egyébként most tényleg így használom ezt a szemfesték palettát. Hát így elgondolkoztam, hogy vajon a többi Urban Decay paletta az inkább a Wild West palettához van közel, mármint formuláját tekintve, vagy inkább ehhez, mert ez sokkal, de sokkal krémesebb. Míg a Wild West az egy kicsit porolósabb paletta. De eldolgozhatóság szempontjából, tartóság szempontjából az a paletta is szuper. Azt a... Jó, nekem ez nagyon tetszik. És elismerem, lehet, hogy most egy picit sok lett itt a színekből, de tudjátok, első benyomás, videó, mindenképp szeretnék ilyenkor mindig sok színt nektek megmutatni egy palettából. Picit vissza fogom vinni még ezt a mangószen árnyalatot, ide a szélére. Kicsit összedolgozni a színeket vele. És még szerintem ide a szemöldök alá szeretnék majd egy színt bevinni. Ami persze lehet, hogy csak egy nagyon nagyon szimpla fehér árnyalat lesz, vagy ilyen bézs árnyalat, de azért nagy a csábítás, hogy ne az legyen. Ha már így minden színes ebben a sminkben. Tudjátok mit? A szemöldök csontra ezt a Pulsar árnyalatot fogom felrakni. Ez egy duokróm árnyalat a palettából. Hát ide nem a legjobb helyre raktam. Úgyhogy most húzok még egy swatchot vele. Aha, na így jobban látszik. Tehát ez egy duokróm árnyalat, ami nem tudom mennyire jön át, de egy ilyen barackos árnyalat. Egy picit ilyen rózsaszínes, nagyon finom kis színjátékkal, úgyhogy most ez jöjjön a szemöldököm alá, a szemöldök csontra. És ez is egy ilyen krémesebb dolog. Ilyen barackos és arany árnyalat között mozgó szín. Itt tart a szemfestés, ugye így, hogy felvittem a szemhéjpúdereket. Most megyek, befejezem a szemfestést, és jövünk vissza, és megbeszéljük, hogy mi volt a tapasztalatom ezzel a palettával. Elkészült a smink, bevallom, nekem ez most így nagyon tetszik. Én így belenéztem a tükörbe, és ez annyira színes, amennyire szeretném, és csillogó, és nem tudom, ez az egész nekem így nagyon, most tényleg egy ilyen, kicsit ilyen bulis cuki, Alien háziasszonynak érzem magam ezzel a sminkkel. Nem tudom, hogy ez pontosan mit jelent, de tényleg, tehát, hogy én most így érzem magam. A smink befejezéséhez egyébként használtam még egy pupa szemceruzát, lila szemceruza, a pupának az Easy Eyeliner sorozatából, illetve a szempilláim kifestésére pedig a MAC-nek a MAC-Stack szempilla spiráját használtam. Azért elmondom, hogy az arcomra és a számra mi került. Ha követitek a csatornámat, akkor mostanában elég gyakran láthattátok, de szerintem annyira illet ez a kicsit ilyen korallos árnyalatú pirosító, vagyis a Natasha Denona-nak ez a Bloom pirosítója ehhez a sminkhez. Ez egy fényes pirosító, és egy ilyen nagyon szép aranyfénye van, és ezt erősítettem még fel a MAC-nek ezzel a Hyper Real Glow palettájával. Ez a Shimmy Peach árnyalatú paletta, és ebből is ezt a Shimmy Peach, vagyis ilyen barackosabb árnyalatot tettem fel.
A számra pedig úgy szintén egy ilyen korallos, barackos rúst kerestem, és ehhez az én egyik nyári nagy kedvencemet, a Belle-nek, a Belle Hypoallergenic-nek, ez a Melting Moisture lipstickjét tettem fel, és ez az árnyalat a Fresh Coral árnyalat. Akkor nézzük is ezt a palettát, mutatom még egyszer nektek, hogy milyen lett a szemsmink. Igazán csillogó, ugye? Ezt azért leszögezhetjük. Hát nem is titkolja magáról a paletta, hogy ez egy ilyen csillogó, glitteres, csillámos paletta lesz főleg. Ugye látjátok már itt a külső csomagoláson is látható, meg most vettem csak észre, hogy ilyen kis holografikus részek is vannak benne. Tényleg ez az ilyen space alien future hangulatú paletta, de abból is ez az ilyen diszkósabb hangulat, tehát nem az ilyen sötét, gigeres, ilyen depressziós, atmoszférikus hangulat, hanem tényleg ez a kicsit ilyen életigenlőbb, kicsit ilyen space culture hangulatú paletta. A színek pedig ugye még egyszer, ahogy említettem, főleg ilyen glitteresebb, fényesebb árnyalatok vannak benne, és kifejezetten, tehát vannak benne sima fényes árnyalatok, és vannak benne glitteres árnyalatok, és van benne ugye egy duokróm árnyalat, a többi pedig ugye a matt. Nagyon elégedett voltam a szemfestékeknek a felvitelekor, szépen fednek, erős fedésűek, alig potyognak, a glitteresből ugye egy pici kipotyogott, de azt említettem is, hogy ugye néha én elfelejtem így leütögetni a szemfestéket az ecsetről, és amikor viszont leütögöttem, akkor szerintem nem potyogott annyira, úgyhogy itt tényleg lehet, hogy a felhasználóban volt egy picit a hiba, de ahhoz képest, hogy glitteres árnyalatok még így is alig-alig potyogott. És szerintem nagyon szépen el lehetett dolgozni, egyáltalán nem lett foltos, a fényes árnyalatok ilyen tényleg vajpuhák, nekem most ennél a palettánál a matt árnyalatoknak a porzásával se volt problémám, úgyhogy le a kalappal ezelőtt a paletta előtt, én iszonyatosan örülök, hogy megvettem, annyira egyedi, annyira különleges, és szerintem a smink is, ami elkészült belőle, egy nagyon különleges, érdekes smink, érdekes színösszeállítás van benne, úgyhogy én most teljesen így be vagyok zsongva, hogy így még sok-sok sminket szeretnék ezzel a palettával készíteni. Lányok, kíváncsi vagyok, hogy ti megvettétek ezt a palettát, vagy érdekel titeket a paletta, illetve kíváncsi vagyok, hogy ti szeretitek-e az Urban Decay-nek a formuláját, és kíváncsi vagyok, hogy mit tapasztaltatok, mert most már így tényleg egy kicsit így szöget ütött a fejembe, hogy vajon a Wild West lehet, hogy az nem egy ilyen igazi Urban Decay formula? Vagy lehet, hogy ez az, ami most egy kicsit ilyen krémesebb, mint a Wild West, mint a többi Urban Decay formula? Ennek majd még utána kell járnom. Remélem, hogy tetszett nektek ez a videó, és remélem, hamarosan találkozunk. Sziasztok!